Holló Mátyás vagyok, Uszoldi ütenyésztő. Ütenyésztéssel 1995 óta foglalkozom. Egy 850-es anyaállományban rendelkezem ezek szaporulatával. Elsősorban tenyészállatot állítok elő magyarországi és külföldi ütenyésztőtársaim számára. A maradék állatból, ami nem üti meg a tenyészállat szintet, abból pedig vágóbárányt állítunk elő és értékesítünk. A mellettem lévő ultrahangos készülék egy imágóes típusú szerkezet. Ez egy francia gyártmányú eszköz. Elsősorban a vemhes állatok szelektálására, kiválogatására használom. Egyébként lehet még vele vizsgálni ultrahangos fagyúzottságot, illetve szalonna vastagságot. Sajnos jelen pillanatban még erre nincs túl nagy szükség, mert a mi általunk előállított állatok ezen típusú vizsgálatát és osztályozását a piac sajnos még nem fizeti meg. Ennek majd igazából akkor lesz értelme, amikor vágás utáni minősítéssel értékesítjük az állatainkat, mert akkor ezen típusú szelekcióra is lehet használni ezt a gépet, és tenyésztési előrehaladásban ez nagyon nagy segítségünk lesz majd. Az eszközt évente háromszor használjuk, minden termékenyítési időszak előtt elvégezzük azon állatok vemhességvizsgálatát, amelyek az előző termékenyítési időszakban háremben voltak rakva. Megnézzük az állatokat egyenként, amelyik vemhesült és vemhes az külön csoportba megy, amelyek üresek maradtak, azok kerülnek át abba a csoportba, amelyek újból kos alá lesznek helyezve. A vemhesség vizsgálatot a három termékenyítési időszak előtt végezzük, ez december eleje, április eleje, illetve augusztus eleje. Az eszközzel a vizsgálatot a kislányom Bettina végzi. Úgy ítélem meg, hogy elég jól belejött az eszköz használatába. Minimális a tévedés, ilyen 1-2%-os biztonsággal meg tudjuk állapítani, hogy melyik állatunk vemhesült.